Átadták a megújult Kálvária teret és a szomszédos Turai Ida színházat a 8. kerületben. Az átadó ünnepségen Kocsis Máté polgármester beszédében kiemelte, hogy a megújult parkot nem átadják, hanem visszaadják a józsefvárosiaknak. Mint mondta, azért kezdett bele a park felújításába az önkormányzat, mert szerették volna az emberek jogos igényét kielégíteni. A polgármester arra kérte a lakosságot, hogy vegyék bátran használatba a teret, pihenjenek, beszélgessenek, hozzák le játszani gyermeküket. Tegyék ezt biztonsággal, hiszen a Kálvária tér parkja állandó őrzés alatt lesz. A megszépült Kálvária tér átadójával nem ért véget az események sora, hiszen Schmidt Pál, Rétvári Bence és Kocsis Máté Darvasi Ilona igazgatónővel együtt vágta át a szalagot, amellyel megnyitott a kapuit a kerületbe költöző Turai Ida színház. Az igazgató megnyitójában háláját fejezte ki a kerület vezetésének és az itt élőknek, hogy befogadták a társulatot. Végre elmondhatjuk, hogy van egy hely, ahol jó lesz dolgozni, ahová jó lesz hazajönni, és ahonnan jó lesz elindulni, mondta Darvasi Ilona. Éppen ezért hálásak vagyunk a kerület vezetésének.